A digitalizáció létkérdés halljuk nap mint nap. Erről szólnak a hírek, és ezt olvassuk az interneten. Magánemberként szinte mindenki jelen van a közösségi médiatérben. Onnan informálódnak a hírekről, szórakoztató tartalmakat néznek és az interneten vásárolnak. Amíg a magánszférát átjárja a digitális világ, addig vállalkozóként korántsem használják ki a lehetőségeket. A KKV-k maguk mögött hagyják a privát szférában már bevált okos eszközöket, a mindennapi életet megkönnyítő alkalmazásokat. A korszerű technológia kimarad a vállalatok életéből. Szabolcs-Szatmár, Bereg megyében is, de országosan elmondhatjuk, hogy a KKV szektor versenyképességét mindenképpen javítanunk kellene. És a versenyképességnek egyik fontos területe az, hogy a modern infoeszközöket, módszereket alkalmazzuk. Lemaradásunk van. Tudjuk, hogy lemaradásunk van a termelékenységben, és ez a rendezvénysorozat, ami megyen országosan, és megyen a megyénkben is, egyrészt van egy személyfeltétele, hisz 29 tanácsadó segít az országban, a megyében is két tanácsadónk van, akik fordulnak a vállalkozások, ebben tudnak segíteni. A Szabolcs megyei helyzet még rosszabb, mint az országos, véli Pekó László. Ráadásul a KKV-kat nehéz megszólítani is. A lemaradást sokszor a forrás, a szándék és az ismeret hiánya okozza. A megváltozott fogyasztói szokásokhoz a vállalkozóknak is igazodniuk kell. Ehhez például elengedhetetlen a mindig napra kész és minőségi honlap működtetése. A digitalizációtól nem félni kell, hanem kihasználni a lehetőségeit, közölte Tamás Szilárd infokommunikációs tanácsadó. Látszik az, hogy korosztályoktól függetlenül a digitális forradalom zajlik, beléphetünk bárhonnan, bárhová, mobiltelefonról tudunk repülőjegyet vásárolni, asztalt foglalni, és gyakorlatilag kereshetünk több mint 1 millió szállás lehetőségei közül. Egy kicsit ilyen spoiler volt az egyik szálláshely szolgáltató részéről, de látjuk azt, hogy tulajdonképpen nagyon könnyen, nagyon a felhasználó élményt támogatva hozhatnak létre ilyen felületeket, és ezt az idősebb generációs természetesen tudja használni. Közösségi médiát nyilvánvalóan nem kell bemutatnom, a Facebookon kívül egyébként létezik más csatorna is, kifejezetten cégeknek. Azt javasolnám önöknek, hogy a nemzetközi piac irányába tessenek nyitni, méghozzá azért, mert a versenytársunk, aki nemzetközi piacról érkezik Magyarországra, nem foglalkozik ilyen dolgokkal, hogy nekem ezt szabad-e, mit fognak onnan a többiek. Egyszerű jön, belép, nem sokára Amazon lehetséges, hogy magyar nyelven is elérhető lesz, az eBay-ről nagyon sokan rendeltek, és természetesen kínai versenytársunkat, az AliExpress-t is érdemes ebben a körben megnevezni. A Modern Vállalkozások programja közel 2 éve igyekszik segíteni a vállalkozásokon, széles látókörrel rendelkező szakemberek bevonásával. A program felméréseket végez, informatikai fejlesztéseket, megoldásokat javasol. A KKV-kat érintő legutóbbi feladat a GDPR bevezetése volt még május végén. Ennél a kérdésnél is jellemző volt, hogy a cégek az utolsó pillanatban kezdtek el foglalkozni a feladattal, de országos szinten is akadtak problémák az adatvédelemről szóló egységes EU szabályozással. Van ez a szabályozás, mondta a könyvelő, valamit csinálni kellene vele, május 25 a határidő. És szerencsére a magyar jogalkotás sem kapkodott a kérdésben, annyira nem, hogy 2 infotörvény módosítás gyakorlatilag augusztusra, szeptemberre ment végig, és most még elfogadás alatt van egy úgynevezett csalátatörvény, ami pedig az egyéb ágazati jogszabályokat hivatott összhangba hozni a GDPR-ra, úgyhogy nagyon nem kell félnünk ezzel kapcsolatban, hogyha eddig nem tettünk semmit, viszont most már valóban ideje egy kicsit lépnünk a kérdésben. A Modern Vállalkozások program rendezvényeket szervez, tanácsadói hálózattal működik, illetve bizonyos pályázatok esetén forintosítható minősítést is ad a KKV-k számára. Mindezt díjmentesen biztosítja az érdeklődő cégeknek.